Sziasztok, Hupuci Péter vagyok, és ez itt az építkezés. Már mondtam az év első vlogjában, hogy jönnek és szétbombázzák a házunkat. Na most ez éppen folyamatban van. Már majdnem egy hete itt vannak a szakemberek, és zúznak, törnek, mindent csinálnak, rombolnak, építenek, és lassan kezdjük látni a végét, de még nincsen kész, ugyanis még a festés, illetve az apró cseprő dolgok, azok még hátra vannak, úgyhogy azért van még itt munka. Sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz új videó. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon akartam készíteni videót. Egyszerű oknál fogva, egyszerűen nincs hely. Majd mindjárt megmutatom, hogy miért is mondom azt, hogy nincsen hely. Szóval ez a helység, ahol én most vagyok, ez volt a nappalink. És mindjárt oltok egy kis villanyt. Szóval ez a helység, amit láttok. Ez itt a nappalink, és itt van egy ajtó, és itt van egy ajtó. Ez két szobába vezet, ami eddig nem volt, tehát ezt kellett megcsinálni. Az egyik hálószoba, a másik gyerekszoba lesz. Gyerekek, rengeteg minden volt ebbe a két szobába. Ennek a két szobának a tartalmát be kellett zsúvasztani a folyósóra, illetve a Sofinak a szobájába, a jelenlegi babaszobába, ahol készítettem a felvételek nagy részét, amikor nem kint voltam a szabadban. De most mindjárt megmutatom, hogy hogyan nézzünk ki. Itt van a folyósó. Itt van a Sofi szobája, ahol itt van az ágyunk, és itt van tulajdonképpen egy csomó minden ruha. Tehát én konkrétan, az az én kis bőröndöm, az pedig az Évi kis bőröndje. Úgyhogy most ez szolgál nekünk, mint szekrény. És akkor itt most megyünk tovább. Itt hát láthatjátok, hogy itt most minden van. Ez a folyósó rész, itt tele van mindennel. Ott vannak a dobozok, bezsúfolva egész idáig dobozokkal van tele. És most jön a konyha, egyben ami az irodám is, így néz ki. Zsák, zokni, alsógatya és a többi. Hát tévé, itt igazából most mindenhol van minden, és itt az irodám, itt tudtam tevékenykedni. Tudom, hogy ígértem nektek, hogy elkészítem ezt a Samsung Gear 360 fokos kamerának a videóját, de ez még egy icike-picikét várat magára. Rövidesen befejeződnek itt a munkálatok, és remélhetőleg minden vissza fog zökkenni a normális kerékvágásban. Addig is egy picikét még a türelmeteket kérem. Hát ennyi lett volna mára ez a rövid kis státusz frissítő jellegű vlogocska. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk rövidesen. Sziasztok!